Szombat délelőtt tetőzhet a Duna, a fővárosnál az alsó rakpartokat már az este lezárják, az ott parkoló autókat pedig elszállítják. Jelenleg a folyó magyarországi szakaszán 500 kilométeren van készültség, és több mint 300 vízügyi szakember lát el 24 órás őrszolgálatot. Nyakig merültek a bivajok a megáradt Ipolyban. Ezúttal ezt a szob melletti telepet sem kímélte az ár, az ott élők most mentik a menthetőt. Folyóvá változtak az utcák Nagymaroson, a lakóknak bokáig kellett gázolniuk a vízben, ha meg akarták közelíteni otthonaikat. Volt, akinek az egész kertjét ellepte a megáradt Duna. 15-20 centi vízzel számolok az alsó szinten. Hát a kert az már tele van, úgy értem, hogy csizma közepéig, de hát probléma, mert ilyenkor el kell pakolni. Meg hát ugye takarítani utána, nem egyszerű. Elöntötte a víz a környékbeli kerékpárutakat is, itt úgy tűnik már nem csak az ár, a belvíz is gondot okoz. Közel már a tetőzés, erre mind az ott élők, mint a vízügyi szakemberek igyekeznek a lehető legjobban felkészülni. Most több mint 500 cm-en van a víz, lezárták már a komp kikötőt, és külön táblák jelzik a veszélyes szakaszokat. A Dunakanyarban továbbra is zajlik a védekezés az árvíz miatt. Esztergomnál a délután folyamán, Nagymaroson pedig éjszaka várják a tetőzés, mintegy 506 cm-en. A vízügy szakemberei természetesen a kritikusabb pontokat 24 órában felügyelik. A Mosoni Dunán sem lett sokkal kisebb a vízszint. Győrben volt, ahol partmenti gépeket lepett el, és kisebb hidak is víz alá kerültek. A hátam mögött látható strandfoci pályán napjainkban inkább vízilabda meccseket lehetne játszani. Ettől függetlenül a magas vízállások miatti helyzet a térségünkben inkább látványos, mint félelmetes. Ezt a vízügyi szakemberek is megerősítették. Csak nem 24 órája tetőzés közeli állapotban a Duna, a vízállást 641 cm-re mérték. A vízügyi szakemberek szerint lassú apadásra kell számítani. Nagyon-nagyon lassul maga ez az árhullám. A fenti területeken a sziget közben nagyon erős a növényzet, és ez visszafogja a vizet, úgyhogy a sziget köz alatti területeken alacsonyabban folyik le a víz, de sokkal lassabban és hosszabban, ami ugye nagyon fontos. Budapesten is felkészültek már a tetőzésre, amelyet szombat reggelre várnak. Már az este lezárták mindkét alsó rakpartot, az ott parkoló autókat pedig elszállították. Az előrejelzések szerint a 654 cm-t is eléri majd a vízszint, amely nagyjából 10-20 cm-rel haladja meg a rakpart magasságát. Csendes még a Duna Mohácsnál, itt 637 cm a vízállás, hétfőre várják a tetőzést. 63 centi kell, hogy eléri a riasztás, ezt várjuk mi szombat hajnalban. Természetesen a védekezésre kijelölt emberek megtörténtek, kiértesítésük megtörtént, bármikor meg tudnánk kezdeni a védekezést, de a vízszint ezt várhatóan szombat hajnalban fogja megkövetelni. A vízügyi szakemberek jelenleg több mint 500 kilométeren dolgoznak a magyarországi folyók mentén. Egyebek mellett a Rábán, a Dráván, a Murán, az Agyván és a Tarnán látnak el szolgálatot.